Ajándékok és meglepetések sokasága várta a Máltai játszótéren a fiatalokat és szüleiket december 6-án. Településünkön nagyon aktív volt a Mikulás, hiszen az elmúlt napokban több helyen is találkozhattunk vele. Többek között a Máltai játszótéren is, ahol minden kisgyermek ajándékot kapott. A Mikulásnak segítői is voltak, hiszen az Azzurro Pizzeria pizzát, a Dunaplazma munkatársai pedig Mikulás csomagokkal bővítették a felajánlások sorát. A helyszínen Orbán Emőkével, a játszótér megbízott vezetőjével beszélgettünk. Hát ma ugye nyilván, mint Mikulás napja, ugye ma is ellátogatott hozzánk a kedves Mikulásunk. A gyerekeknek az Azzurro Pizzeriából pizzával várjuk őket, kis édesüteménye, forró teával, Mikulás csomagokkal, persze egy kis vers fejében. A Mikulás program mellett december 7-én egy adománygyűjtő akció is indult. A játszótéren várják a felajánlásokat, amelyet majd a rászorulóknak adományoznak tovább. Orbán Emőke azt is felsorolta, hogy melyek a legfontosabb, legszükségesebb tételek, felajánlások. Hát holnaptól a rászoruló családoknak szeretnénk gyűjtést szervezni itt a Máltai játszótéren. 7-től 17-ig minden nap 9 órától 16 óráig várjuk itt a tartós élelmiszereket, bébi ételt, pelenkákat. Egész évben fontos, ám az ünnepi időszakban talán még nagyobb prioritást élvez, hogy akinek lehetősége van rá, az segítse az embertársait. A településen működő szociális és civil szervezetek ezt a feladatot vállalták. Így például a teljesség igénye nélkül a Máltai Szeretett Szolgálatnál, a Vörös Keresztnél, az Útkeresés Segítő Szolgálatnál is lehetőség van adományozásra. Egy a fontos, bárki, bármivel tud, segítsen.